A mai napon ismét megnézzük egy nagyon érdekes Brawl Stars játékot a Robloxon belül, lesz itt a nagyon izgalmas ládonyításoktól a meglepő pillanatokig minden, úgyhogy mindenképp nézz végig a videót, és jelezd egy lájkkal, ha szeretnél még ilyen tartalmakat látni. Ha nézzük, mik vannak még itt, van egy ilyen spongyos, ami valószínűleg nagyon friss, mert még a spongyabobos profilképe is konkrétan már be van állítva. Aha, itt is vagyunk, itt a default izé skinünkkel, ide tudunk kattingatni középre, és akkor lesz coinunk. Hát itt ilyen egyszerű hülye, itt ilyen egyszerű, hát ez nagyon jó, ebbe jó vagyok, tesó. Én nyomom, spam, így van az. Let's go, és jönnek is a coinok. Már valaki már friend request. Na de nézzük, mik vannak itt, mi ez, kit ingyenes. Ja, be kell követni a csábot. Hát inkább engem kövessetek be, srácok, hát ha nyittok egy ingyenes kitet. Na nézzük, itt van valami karika, beleállunk, itt mi van. Ó, és ma itt vannak ilyen koltok, meg izé. A kolt az hogy néz ki, az csak egy fej, bro. Ja, lehet ilyen skineket lehet itt izé. Aha, na nézzük. Vannak ládák. Tudunk venni bro boxot. Vagy comment, vagy uncomment, vagy rare-t kapunk ebből. Hogy kell kinyitni? A few moments later. Hogy kell ezt kinyitni? Mi a tököm? Ah, na, valahogy. Kolt skin, vagy mi a tököm ez? Ja, az az uncomment, az a legdefaultabb, köszönjük. Megint tudnék egyet nyitni. Ott is van nagyon jó, gyere, megint egy kolt fej. Várj, azt hogy tudom beállítani? Van shop. Lehet venni valami ízét, ilyen különleges ládát. Ó, mekakró, minden van itt, srácok, nagyon komoly. Na jó, figyelj, először is állítsuk be ezt a remek koltot, ekvipeljük, nagyon jó. És így már többet fogunk ízni, várjál. Oly jön mögöttem a kolt fej, hát de komoly. De várj, akkor lehet, hogy mind a kettőt is betom, akkor nem egy skin, hanem ezt is beállítjuk, és akkor már kettő van, és egy kattintással így már hármat szerzek. Na figyelj, most beszpemelem nagyon-nagyon durván, és akkor veszünk valami nagyon menő dolgokat. Itt csak kattingatni, ez a legjobb, ebben jó vagyok, ez megy. És let's go, ott az 1000 coin van, 1000. Na, ebből már csak tudunk valamit venni a shopba. 200-ért lehet ilyen kék ládát, vagy nem is tudom micsodát. Oh, és lesz star drop is nem sokára. És itt már itt vannak, várjál, már itt vannak az is spongyabobos cuccok. Itt aztán minden van, srácok. Meg tudom venni ízét, a mechamortiszt is mindjárt. Na jó, én szerintem, várjál, meg tudom venni kitet. Azt kéne, hogy fölgrindoljuk magunkat, hogy még több ízét tudjunk szerezni. Oh, tudok gemet is venni. Ja, de ezt Robuxért, na hagyjál békén. Nézzük a star dropot. Claim. 100 000 coint kaptam belőle, bro! Elmész a p***ába, 100 000 coin. Ez nagyon komoly, srácok. Na jó, akkor azonnal vesszük ráda. Ne, ez Robux, azt hittem ez coin, ne, ez mind Robuxos, bro. Én azt hittem ezek coinért vannak. Na jó, akkor vegyünk izét, vegyünk ládát. Egyébként ha tetszik nektek tényleg ez a videó, és szeretnétek, hogy ilyen hülyéskedjünk még ilyen játékokban, akár a Robloxon belül, akár ilyen Brawl Stars-os játékokban, és tényleg jelzitek egy lájkkal, akkor megvehetünk Robuxért is ilyen hülyeségeket legközelebb. Most nézzük meg, amit így ingyen meg tudunk oldani, és hát így a coinunkból, amit szereztünk a Star Drop-ból. Nézzük meg ezt a big boxot. 2500-ba kerül, hallod, nekünk 100 000 van. Nem tudom, hogy nyílik ki. Előbb is véletlen kinyílt, kinyílik most is, nagyon jó. Mortis fej, várjál. Mortis az 5-szörös coin tud adni a kattingatásokért. Be is állítjuk, nagyon komoly, most már ha kattintunk. 8-akat kapunk, mert ugye Colt meg Mortis is már be van mögénk állítva. Ez nagyon komoly. És ebből a legrosszabb, amit tudunk nyitni, az a Mortis. Ott is van, gyere, megint egy Mortis, vagy ez mi? Újabb, gyere. Barley, ez már ránka, ez jobb, mint a Mortis. A Barley az 8-szoros. Beállítjuk a Barley-t is, hallod, tudod, mennyit fogunk csinálni? 16-okat, srácok. Nagyon farmoljuk itt a Robloxot, ezt figyeld. Ott is van, gyere, Mortis újabb. Jó, akkor spameljük a big boxokat, spameljük, és közben a coinokat is, mert spamelem a képernyőt, tehát hogy minden spamelődik. Mortisokban csak úgy ömlenek a mortisok a számba, viszont kéne egy, várjál, mi az a ritkább, amit ki tudunk nyitni? Egy pearl, vagy egy bull? Egy bull itt a legritkább, valamiért, nem is tudom, pedig az amúgy rare karakter, de itt az szerintem valami 100-zal megszorozná a coint, vagy valami nagyon ritka lehet. A bull-t kéne megszerezni, gyerünk, Mortisban nagyon sok van. Bull, léci, rengeteg izé van, Barley nagyon jó. Mert a Barley az már jó, de ha pearl vagy a izé jön neki a bull, az nagyon OP lenne. Gyerünk, big box, gyerünk, nézzük, valakinek már mennyi koltja, meg minden szarja van. Nekünk is ez kell, gyerünk, nem a Mortis, kérem. 2500-ért csak úgy nyitogatom. Ott a pearl, na várjál. Beállítjuk az összes Barley-nkat. Oh, de egyszerre 4-et lehet max beállítani, na várjál. És a pearl az 14-jel szorozza meg, tehát most már, hogyha kattingatok, 46-okat kapok, azt a mindenit, srácok. Na gyerünk, nyissunk még, ki akarom nyitni a legjobbat. Barley is jónak számít, de most már abból 100 millió van meg a Mortisból is. Ki akarom nyitni a legjobbat, a bult, ami elég furcsa hangzik, hogy egy bult akarok nyitni és Mortisokat kapok. Ilyennel a rendes játékban azért annyira nem találkozhatunk, de most ez kell, most erre van szükség, gyerünk srácok. Gyerünk, lécili, ez lesz, érzem, hogy a következő lesz, vagy a következő utáni. Figyelj, orpower. És ott a bull!
Or power shot, mi az Isten? Itt lehet, hogy a legjobbat állítsa be, és akkor be van állítva a bull, meg a pearl, meg a legjobb barlik, mert ugye egyszerre csak ötöt lehet, tehát azok a leggyengébb barlik, meg a mortis az már nincs beállítva. Na most mennyit kapunk, ott repülnek utánam a barlik, mi a franc? Fie, megnyomom, 63-akat, azt a mindenit, így aztán lehet farmolni. De még csak itt a ládáknál voltam, és még amúgy arra is vannak dolgok szerintem, meg még azt a stardropot megvárjuk. Ó, itt vannak a spongyabobos izék, várjál már, de... Aha, aha, tudunk ilyet is nyitni, de ne már minden fizető. Jó, mondjuk jól meg van csinálva, amúgy megérdemli a fejlesztője. Nézzük, 5000 coin, itt mi van? Itt vajon mi van? Aha, ide ezt meg kell venni 5000 coin. Jó, de 5000 coinért? Megveszem. Akkor ide tudok tovább jönni. De menő! Föl tudok oldani ízéket és power cube-os ládákat ki lehet szedni? Nem lehet kiszedni, csak a coinokat lehet farmolni a kattogtatással. Ó, itt van megabox, ne szivas! Van megabox, meg olyan különleges, ami a kínaiba van, tudjátok, az a láda. Elmentek a francba. Tudok megaboxot is venni, ezt figyelj. És ott már Buster nyílik. A Buster a legvalószínűbb, de lehet loot is nyitni, meg Pemet is. Megint beállítom a legjobbakat, és abban már a Buster is beállítódik, az 20-akat ad. A Bull meg 25-öket, nagyon OP. Figyelj, most kattingatok, és már 75-öket kapok, és még mindig tudok nyitni meg a boxot. Gyere, gyere! És ott a Lou is! Egyből kinyitom a második legjobbat is. Beállítom megint, és akkor Lou, Bull, Buster és Pearl van beállítva, meg egy darab Barley. Azt figyeld, ma ott jön utánam az egész izé sereg. És már több mint 100-akat kapok a kattogtatással. Mennyibe kerül ez a különleges láda? Menj onnan, tesó, nem látom az árát, menj onnan, takarodj már onnan az ára elő, brósz, 25k, simán meg tudom venni, simán meg tudom, és pokó, az volt a leggyakoribb, pedig itt lehetett volna krót is, meg ilyeneket, az a baj, többre most már nincs pénzem, kattogtatni kell, mint a rohadt élet, spemeljük, amúgy ez tök nagy fán, élet, eskü élem ezt is, tök jó, Roblox Games képest, figyelj, el lehet lenni, gyűjtögetni, haladni, gondolom, hogyha 500k coinért még erre is tovább megyünk, ott még jobb ládákat, oda nézott a rózsaszínban, az vajon mit tudhat, a következő nézze, megnézzük, hogyha tényleg érdekelt titeket, és szeretnétek, hogy legyen még ilyen tartalom. Na gyerünk, 25 000, ott is van, gyerünk, még egy ilyen különleges láda, és megint csak pokó, fantasztikus, de amúgy két pokót is be lehet állítani, az amúgy megéri, mert 75-öket a csak a pokó, és megérkezett az újabb stardrop, úgyhogy nézzük meg, srácok, hát, ha nyitunk még valami jót, amúgy jól látom, ilyen 7-8 percenként van, úgyhogy elég sok mindent lehet nyitni, és... 2,5 millió lett, hülye vagy? Takarodunk is tovább, hát vesszük is meg 500 000-ért ezt a részt, abban a pillanatban. Ez micsoda, srácok, ez ilyen sokat ad mindig ez a star drop? Hát ezt nagyon érdemes megvárni. 100 000-be kerül, és ezt is simán meg tudom venni, ráadásul nem is csak egyetlen rengeteget. Mendit ki is nyitjuk, itt ő rá van, nem is a legrosszabbat nyitottuk ki. Úristen, itt is milyen jó karakterek vannak. Na nézzük még egyet, hát ha nyitunk valami jobbat. Ez a legrosszabb amúgy ebből. Látjátok, hogy a Mendi az amúgy egy jó nyitásnak számított. Na nézzük még egy harmadikat, és megint egy Mendi. Az vajon mennyit ad? Állítsuk be ezeket, nézzük. A Mendi 750-et ad a Mendi, bro. Most egy kattintással szerzünk 2100-at. Jézusom, hát mennyire gyorsan lehet már fejlődni? 20 millióért lehet tovább menni, hát akkor valószínűleg itt még egy stardropot meg kell várni. Azt lehet, az már annyit bead. Addig nézzük még meg egy ilyet, srác. Aztán a következő részben szeretnétek, akkor megyünk tovább. Valami jót még, gyere, gyere, gyere. Mendinél van jobb is ebbe. Hát ha. Az mi? Bevágoltam az ember fejébe, de ha jól látom a bász, kinyitottam a bász, 3000-et ad. Az gyönyörű, srácok, szerintem ez tökéletes lezárás így a videónak. Egy kattintással 5700-at szerzik, azt az elején még az ilyen 20-nak is örültem. Nagyon-nagyon-nagyon durva. Tök nagy fán ez a játék szerintem, úgyhogy ha szeretnétek, akkor máskor nyomhatjuk simán tovább. Mindenképp iratkozzatok föl, hogyha szeretnétek még ilyen tartalmakat látni, akár a rendes Brawl Stars-ban, akár itt a Robloxban is. Illetve nagy segítség, hogyha elkülditek a videót haveroknak, ismerősöknek, akik szintén szeretik a Robloxot, vagy akár a Brawl Stars. Pedig most azonnal szeretnél még egy izgalmas videót megnézni tőlem, akkor csak kattints ide, a YouTube azt javasolja, hogy ezt a videót érdemes most megnézned.